Október 11-12-én Pest-Szent Imrén rendezték meg a 6. Taekwondo Európa kupát, mintegy 900 versenyző részvételével. A Black Dragon Taekwondo Klub 3 versenyzőjét nevezte a versenyre, közülük 2-en 3 bronzéremmel tértek haza. A versenyről kérdeztük meg Pilhoffer Csaba edzőt, Cinege Dórát, Bella Szolanzsot és Bella Richárdot. Természetesen az Európa kupáról kell beszélgetnünk a büszke versenyzőkkel és az edzővel is. Maga az Európa kupa, az milyen jellegű verseny, Csaba? Hol helyezzük el a versenyek között? Körülbelül úgy lehet behatárolni az Európa kupát, hogy az Európa bajnokságnál egyel kisebb kategória. Az Európa bajnokságon csak feketevesek vehetnek részt, és minden országból maximum 2 versenyző, akik kvalifikálta magát az országos bajnokság, saját országos bajnokságán. Az Európa kupán ilyen kvalifikációs rendszer nincsen, hanem minden országból ahányan szeretnének jönni, annyian jönnek. Ez így fordulhatott elő, hogy volt olyan ország, amelyik nem képviseltette magát, bár nagyon ritkaság szám volt. De én is volt olyan ország, ahol 6-8 versenyző is indult egy-egy kategóriában. Ezek szerint a nem fekete övesek számára ez a legmagasabb verseny lehetőség, legmagasabb csúcs? Igen, mindenféleképpen. Tehát ennél magasabb most egy van, a világkupa, ami majd jövő évre, jövő 2015-ben, 6-ban lesz megint Magyarországon. Milyen korosztályok vettek? Ugye most ketté volt osztva ez a úgynevezett Mighty Fist gyermek és serdülő kupa volt a pénteki napon, és az Európa kupa az csak ifjúsági és felnőtt kategóriára volt kiírva, ugye ezért volt az, hogy 3 napos verseny volt, és a 3 napos versenyen 29 ország, majdnem 900 versenyzője vett részt. Az itt jelenlévők részt is vettek a versenyen, úgyhogy majd kérem őket a beszámolóra. Az, hogy hány versenyzőt tud elvinni, kiket érdemes elvinni, az mikor, hogyan dőle? Mindenféleképpen azokat a versenyzőket viszem, akiknek a felkészülési állapota olyan szinten valami, hogy büszkén hidrok felük állni, tehát nem vallanak szégyent egy versenyen, mert ugye azért, akár is nézzük itt, azért nem csak forma gyakorlat, hanem küzdelem versenyszám is van, és hogyha egy felkészületlen versenyzővel állnék oda egy küzdelemre, akkor úgy mindig is az történne, hogy vagy egy kiütéssel, vagy egy olyan megalázó vereséggel, ami a versenyzőnek a lelki állapotán sem lenne jó, úgy jönnénk le a pásról, és azt én nem fogom bevállalni sosem. Csaba, mi rendszeresen találkozunk, tulajdonképpen 2-3 hetente a versenyidőszakban. Hogyan lehet azt elérni, hogy mindegyik versenyre maximálisan fölkészüljön a versenyző? Itt teljesen természetes az, hogy lesz valahol egy holpont, ahol éppen nem sikerül. Természetesen ez mindig is benne van a pakliban. Általában ezt úgy szoktuk belőni, hogy minden versenyszezonnak van egy fő versenyszáma. Ugye ennek a versenyszezonnak ez volt most a legfőbb versenyszáma, és innentől kezdve már csak olyan versenyeken veszünk részt. Jó, most lesz még a november közepén az országos diákolimpia, de az is már csak inkább egy levezető versenynek számít. Mennyi munka van a versenyzők mögött, amikor már konkrétan erre az Európa kupára készül? Itt, hát most már, ha jól emlékszem, akkor olyan május környékén kezdtük el a felkészülést, amikor már konkrétan erre az Európa kupára készültünk. Ugye itt is volt egy felhozó verseny, volt a saját versenyünk, a Tiszató kupa, ami szintén egy felhozó versenynek számít ilyenkor, és úgy gondolom, hogy ezek mind beleszámítanak. Bizonyos sportágokban ki lehet számolni az ellenfeleket, mert például sorsolnak, nem tudom én, egy labdarúgó Európa-bajnokságon. Itt ki lehet-e számolni azt, hogy a fiatal versenyzők kivel fognak szembeállni? Sajnos nem, tehát én mindig úgy, nem lehet kiszámolni, igazából azt mondom, és hál' Istennek, hogy nem lehet kiszámolni, ugyanis az embernek mindig úgy kell fölkészülnie, hogy bárkit, aki föláll ellene, azt meg le kell tudni győznie, el kell tudni vernie. Egyszerű sorsolás útján kerülnek szembe egymással az ellenfelek, vagy valaki válogat valamilyen szempontból? Nem, nincsen válogatás, tehát mindig sorsolás. Így kerülhetett elő az is, hogy most például Ricsi ebbe a szempontból pórú járt, mert az ő ágán voltak a legnehezebb ellenfelek, míg a másik ágon azért sokkal könnyebb volt bejutni egy érmes helyre. Akkor kérdezem Ricsit, ez a pórú járt, ez mit is jelent? Hogy érezted ott magad? Mi volt az, amit teljesítened kell? Jól éreztem magam, mert hogy ez volt az első olyan nagyon nagy versenyem, és hát azért jártam pórú, mert hogy nagyon elizgultam magam, főleg a forma gyakorlatnál. Figyelj, mögötted már olyan eredmények, meg annyi évnek a munkája van. Mit jelent az, hogy elizgultál? Mire kellett volna figyelni, ami nem sikerült? Igazából úgy mondom, hogy nagyon elizgultam magam, hogy most így valahogy a fejembe vettem, hogy ez egy
nagyon nagy verseny ahhoz képest, hogy igazából nem nagyon. Hogy ezt meg lehet csinálni úgy is, hogy nem izgulsz. Amit ott teljesítettél, ott mi volt a hiba? Nem tudtál koncentrálni? Mi történt a fejedben? Ideges voltam, hogy nagyon nagy verseny. Csaba bácsi, mit szokott ilyenkor mondani? Hát nem szabad idegesnek lenni, micsoda dolog. Hát, hogy nyugodjunk meg. Tehát ez most nem sikerült. Egy fordulón túl jutottál azért egy kis szerencsével, hogyan? Hát igazából annál még nem volt olyan nehéz, de utána valahogy felszállt az agyam, és nagyon izgultam. Hát akkor neked szerintem az lesz a következő hét feladata, ugye? Hogy az izgulást hogy kell elfelejteni, hogy oda tudjak figyelni arra, éppen arra a forma gyakorlatra. De azért sok sikert neked a következő versenyen, úgy hallottam, hogy lesz hamarosan. Solange, ez egy remek év lett. Hanyadok már ez az érem, amit összegyűjtött? Nemrégiben számoltam össze az érmeimet. Ez alatt a 4 év alatt összegyűjtöttem 52-t, és azt hiszem 4 vagy 5 kupát. Tehát szerintem ez egy elég szép szám, és igazából erre is büszke vagyok. Ezeket csapat versenyszámokban szereztem, ami nem csak rajtam múlott, hanem a társaimon is. És igazából élveztem azt az időszakot, amit együtt felkészüléssel töltöttünk, mert jó fejlányok voltak, beszélgettünk, meg összeismerkedtünk, és hát gyakoroltunk, és szerintem megérte. Európa kupán voltál? Nem voltam még soha, ez volt az első alkalom, és örülök, hogy elmentem. Milyen volt a hangulat? A Csaba bácsi mondja, hogy őrület, népes mezőny volt. Milyen volt ott a hangulat? Szerintem nagyon jó volt igazából, mert azért mégiscsak egy élmény az, amikor az ember látja, hogy egy fekete öves, egy mondjuk egy 4 danos, hogy forma gyakorlatozik, hogy halad előre, vagy akár egy tradicionális küzdelem, vagy csak egy küzdelmet megnézni magasabb szinteken más országokból. Szerintem ez egy hatalmas élmény tud lenni. Hát egészen biztosan egy 4 danos mestertől azért van mit tanulni. Esetleg észrevetted, hogy ő is van azért, amikor hibázott, vagy valami nem sikerült neki? Ezt ilyen részletesen nem figyeltem, leginkább csak csodálkoztam, hogy egyszerűen fantasztikus, ahogy egy mester járni tudja a formagyakorlatokat, szerintem lenyűgöző. Nem láttad, voltak ott egészen kicsi gyerekek, és akkor lehet, hogy ők meg éppen téged néztek, hogy hú, lenyűgöző, amit ez a lány csinál. Voltak egészen kicsi gyerekek, leginkább pénteken. Számomra az furcsa volt, hogy ilyen ricsikorú, meg nála fiatalabb gyerekeket láttam feketeövesen. Hát lehet megérdemelt, nem láttam, tehát ricsi kategóriájában csak máskor voltak feketeövesek. Ő nem formagyakorlatozott feketeövesekkel, de azért számomra az furcsa volt egy kicsit. Hát számomra is furcsa, hiszen a múltkor pont rólad beszélgettünk Csaba bácsival, hogy azért még kell a feketeövhöz 1, 2, 3 nagyon kemény. Pontosan, pontosan. Hát azt nem osztogatják, azt ki kell érdemelni. Figyelj csak, itt nagyon-nagyon sok verseny van. Minden egyes versenyre lehet úgy elmenni, hogy én a lehető legtöbbet hozom ki magamból, én itt most a legjobb akarok lenni, én itt most aranyat akarok nyerni. Természetesen lehet. Igazából szerintem minden fejben dől el. Ha elképzeled, hogy te ott állsz a dobogó első helyezettjén, akkor el tudod érni. Csak képzeld el, és sikerülni fog. Te láttad Ricsin, hogy ő most fölöslegesen izgul, vagy idegeskedik? Tudtál volna esetleg neki segíteni, ha ott a közelben? Hát szerintem feleslegesen izgult igazából, tehát tudott volna előre menni rendesen, mert képesen, mert nagyon ügyes, viszont tényleg nagyon, tehát rengetegen voltak, szerintem voltak, vagy 50-en összesen, rengetegen voltak, és azért oda eljutni az hatalmas dolog. Szerintem eljuthatott volna a dobogóig, csak hát izgult, megértem, én is izgultam, azért mégiscsak egy nagy verseny volt itt. Emlékszem, a korábbi versenyeken láttam, hogy Dóra mesterő már edzőként is segíti a kisebbeket. Neked már van ilyen feladatod? Vagy tudsz arra figyelni, hogy mondjuk Ricsi most hol van, mit csinál? Ritkán fordul elő ilyen, amikor mondjuk Dóri mesternek van éppen egy küzdelme, és akkor hozzá is beültek, és hát olyankor nekem is mondjuk be kell ülni Ricsi mögé, vagy Rezsi mögé, akárki mögé. Elvállalom szívesen, bár jobb szeretem, hogyha én csak nézőként drukkolok, és nem kell, nincs rajtam nyomás.
Mi az, hogy be kell mögé ülni? Mi az, amit te ott tudsz csinálni? Ez az edzősködés, tehát amikor fenn van két versenyző a páston, akkor visz magával egy edzőt, aki ott látja el tanácsokkal, mondja neki, hogy mit csináljon, hogy kell csinálni. Úgyhogy hasznos dolog. És te ezt már pontosan tudod, hogy mit kell ilyenkor mondani a kisebbeknek mondjuk? Hát mondjuk Dórinál ezt már nem tudom ellátni, de mondjuk egy kis fehérövesnél igen. Sokat beszéltünk már Dóri mesterről, na most nézzük. Neki is egy bronzérem jutott, hogyan érted el? Hát igazából egyéniben most én sem értem el helyezést, mi is a lányokkal csapatforma gyakorlatban szereztük a bronzérmet. Hogyan áll össze egy ilyen csapat, hiszen ezek nem, ők nem fülediek már, ki szedi össze a csapattagokat? Most öten voltunk egy csapatban, és a legutóbbi válogatott edzésen állt össze a csapatunk. Mindenki pesti, csak én voltam tiszafüredi a csapatban. És ez annyiból volt hátrány, hogy nekem fel kellett járni plusz edzésekre Budapestre. Ilyenkor ki vezeti az edzést? Hát ilyenkor mi, magunknak. Mindenki feketeöves, mindenki ért hozzá, és mi, magunknak. Hát ez nagyon jó kis csapat, lehet rájuk számítani. Nagyjából képességben, eredményben egyformák vagytok? Igen. A küzdelem, eljutott el a küzdelemig, vagy nem is neveztél most? De küzdelembe is neveztem, és első körben orosz ellenfelem volt. És kétszer két perces a meccs, és mind a két percben vezettem a meccset, és az utolsó 5 másodpercben elveszítettem. Miért? Jó, mi történt az utolsó 5 másodpercben? Figyelmetlenség. Az igazság, hogy egy új rendszer van bevezetésben most az Európai Szövetségen belül, méghozzá egy digitális rendszer, ahol a versenyző látja a saját eredményét meccs közben is, hogy vezet, nem vezet. Ezt már a Tisza-tó kupán is lehetett látni. Igen, az a rendszer, ami itt volt, ugyanaz a rendszer volt fönn most az Európa kupán is. És én ezt azért nem tartom helyesnek azt a rendszert, mert ugye általában akkor az szokott lenni, az utolsó pár másodpercben az ember hajlamos lazsálni. És én elmondtam egy pár gyerekeknek, hogy egy küzdelem kétszer két percig tart. Ha azt képesek végig küzdeni, akkor nincsen vele probléma. Ami nem tudják az eredményt, hogy nem mondják, hogy kinek hány pont van, akkor képes véghajtani a kétszer két percet, de viszont, hogyha látja, hogy vezet, talán csak egy ponttal is, akkor hajlamos inkább ezt az utolsó pár másodpercet végig táncolni a versenyző, és sajnos ez nem egyszer láttam, itt most az Európa kupán is, hogy nem egyszer láttam, hogy hajlamos végig táncolni a versenyző utolsó pár másodpercet, és az ellenfél az utolsó másodpercet befordítja meg a verset. És előfordul az ilyen. Dóri, egyáltalán nem érdemes ránézni az eredményjelzőre ezek szerint. Hát nagyon nem. Óhatatlan, ugye, mert csak a szemed elé kerül maga a tábla, hogy ott milyen számok vannak, de ez egy szörnyű dolog lehetett ez az utolsó, nem tudom, az utolsó egy másodperc. Hát igen, igazából az, hogy az csak az olyan pontokat mutatja, amit tiszta találatok például, és nem tudom, hogy hány ponttal vezetek. Igazából azt is lehet látni, de a kijelzőn én csak, ha kinézek, a nagy számokat figyelem, hogy mennyire vezetek, hogy állok, és akkor ez akármikor átfordulhat így utolsó 5 másodpercben is. És a végén ő még jött rám, darált le, és akkor kiléptem a pástról, azért ugye megintést kaptam, az pontlevonás, és így lett valószínű, hogy így lett az, hogy 5 másodperc alatt meg tudta fordítani a meccset. Ez neked nagyon nagy tanúság, azt hiszem a következő nem tudom hány évre, amíg egyáltalán versenyzel. Igen, igazából csalódott nem vagyok, ez csak jobban motivál, hogy van még hová fejlődni. Te voltál már többször olyan versenyen, ahol ott van a kijelző, és próbáltál figyelni, vagy nem figyelni? Igen, sok versenyen voltam már, ahol ez a kijelzős megoldás van, és valamikor abszolút nem érdekel, hogy ki vezet, vagy hogy állok, de valamikor meg az, hogy akkor most kíváncsi vagyok. Például az ilyen nagy versenyeken én is mindig kíváncsi vagyok, hogy ilyen kis versenyeken az nem nézek rá a kijelzőre. De nagyobb versenyeken igen. Igen. És most ez nagyon-nagyon megbosszulta magát ezek szerint. Legközelebb mi lesz? Legközelebb nem nézünk ki az eredményjelzőre. Inkább becsukod a szemedet, hogyha igen. Ott van előtte. Igen. Úgy veszélyes küzdelem. Mi lesz tovább? Mi a következő munka, a következő verseny? Cedrikén lesz országos diákolimpia Megyesegyházán? Igen. Megyesegyházán, és oda szeretnénk majd elmenni, majd egy kis téli szünet, és akkor következő kezdődik a téli alapozó edzések és felkészülések. A gyerekek már nagyon várják a téli alapozás, hogy elkezdődjön. A pihenést várják. A pihenést azt ne várják, sajnos nem lesz rá lehetőségük, és ezen kívül majd decemberben lesz majd még egy övvizsga, ha minden igaz.
egy-két gyermekemnek, aztán utána január-februárban még egy jó lapozó rész, és márciustól indulnak újból versenyek. És akkor újból találkozunk egészen biztos. Nagyon sok sikert kívánok, akkor most legelőször is a Diák Olimpiára mindenkinek. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük.